Sim. Olá Robert azt mondja, hogy a továbbiakban nem hajlandó a magyar remény mozgalom érdekeit képviselni. Erre azon nézeteltérések miatt szánta el magát, amelyek közötte és a szabadkai pártvezetés között alakultak ki. Rövid istömör szeretnék lenni, akkor ideológiai okokra hivatkoznék, ami már a választások előtt látszódott, ugyanis jó magam ideológiai okokból nem voltam hajlandó a Vajdaság autonómiájáért kampányolni, és még egyéb okok is közrejátszottak a lemondásomhoz. László Gyula pártigazgató, a Magyar Remény Mozgalom tartományi parlamenti képviselője elmondta, hogy Olá önszántából adta be lemondását, és ők ezt tudomásul vették még július folyamán. Szerinte a lemondás oka a temerini választási eredményekben keresendő. Még a választások előtt tulajdonképpen, amikor kiderült, hogy nem sikerült Temerinben listát állítani a Magyar Remény Mozgalomnak, aminek ő volt a koordinátor, tehát a felelős személye, ő úgy érezte, hogy tovább nem akar politizálni, ha ez nem sikerült Temerinben. Olá Robert jövőbeli terveiről pontos információkat nem tudtunk közölni, de ahogy beszélgetésünk során elmondta, pillanatnyilag más prioritásai vannak, amelyek nem kötődnek a politikához.